Én, hogy azt a fényt beljebb hozom, meghal a relief, üres fehér felületté válik, csakis a fény, csakis a fény tette. Ugye, ahogy Goethe mondja, a fény tettei és szenvedései által érzékelhetőek. Elkezdődött az 56-os forradalom. Ledöntöttük Mikus Sándor szobrát, akkor én nem tudtam még, hogy annak a készítőinek a növendéke leszek egy év múlva. Na, a főiskolán ez már elkezdődött, hogy egy osztálytársam ugye Moore stílusában elkezdett kis anyagvázlatokat csinálni, és ő neki a tanszékvezető Pálcai azt mondta, hogy ezt hagyja abba, mert holnap már nem jöhet be az epreskertbe. És akkor mi lassan megtudtuk, hogy vannak kassákok, és vannak olyanok, akik ilyesmit már tudtak ezelőtt 20 éve, 30 éve, hogy a 20-as években két nagy iskola volt a modernizmusban, az orosz konstruktivizmus és a magyar három konstruktivista, a világ leghíresebb művészei, ugye, Péri, Kassák, Móli nagy. Párizsban voltam, mint minden 20. századi művész, vagy 19. századi végi, a Paradicsomba. Szobafestő, tapétázó. Én voltam a világ leghíresebb tapétázója. Pátkaiak azt mondták, hogy én vagyok a tapétázás királya, mert egyedül tudtam tapétázni. Ilyen nincs. Ez olyan, mint a páros korcsolyát egyedül csinálni, ugye? Miért? Azért, hogy dupla keresetem legyen, hogy annától egy hétig dolgoztam, három hétig szobrászat, galériák, kiállítások, az utcán tanultam a művészetet. Mert a valóság is ilyen, ha egy fényképész kimegy egy tájat fotózni, ott se tudja a délutáni napfény ellen derítését megcsinálni, hogy kér egy másik napot az égre. Ugye? Nem tudja. Ezért ezek olyanok, mintha a természetben lennének. Takarítottam, és elképesztő szépségű formákat találtam ebből az eldobott trutymóból. És néztem, hogy ez hogy keletkezett, mi ennek a genezése, és mi a létjogosultsága, hogyan függ össze a véletlen az én agyam termékével, hogy ez én vagyok, és hogy ez művészet. A művészet nem csak az, hogy ügyes a kezem, hanem ennél sokkal több, hogy a szellemem működtetni tud dolgokat. 2 év után, az utolsó percben én is beadtam a derekam, mert a Konkó írt egy levelet. Figyelj ide, Gyurimó, gyere haza, diadal! A műcsarnokban vagy, amit az ENSZ Múzeumban, a stúdió kiállításra bevettek egy Bach Imre absztrakt művet, egy Fajót, egy Nádert, egy Lachnert, áttörés, gyere haza, oké, itt meg tudjuk csinálni. És mi volt az, amire jöttem? Híres tavaszi tárlatova, bevették a kornist, és a nép ott röhögött, hogy micsoda baromság. És akkor a szocialista realisták, meg a rendes realisták mondták, hogy hát látszik, hogy a nép hogy fogadja ezeket a kornisokat, meg Bach Imréket. Nincs erre szüksége a népnek. Hát ezek nevetségesek. Jó ez így, ahogy mi csináljuk. Színest, az kikapcsolódású csinálok, általában 9 évenként, amikor már a fehérbe való dolgozásom és a patafizikai ördögökkel való, vagy Fausttal való szerződésembe a megőrülés határán vagyok, mert sokszor már nem tudom, hogy egy reliefet csináltam, vagy semmit se csináltam, mert rajtam kívül senki se látja. Tényleg elkezdtük szervezni az ifjú Sinkovics Péterrel az iparterv kiállítást. Hogyha minket kirögnek a stúdióba, kirögnek a műcsarnokba a tavaszi tárlaton, ahol csak megtűrt vendégek vagyunk, akkor mi csinálunk olyan kiállítást, ahol nem vendégek vagyunk, hanem csak mi vagyunk. Ez az iparterv. Csak mi leszünk. 2. Nem zsűriztetünk, senkitől se kérünk engedélyt. Ez a szamizdat lét. Az iparternek nekem nem a művészeti eredmény. Az igazi, én fontosabbnak tartom az emberi tettünket, a
polgári ellenállás kötelezettsége. Tehát, hogyha ők engem korlátoznak a zsűrivel, akkor megcsináljuk zsűri nélkül. Jó, 3 nap múlva ott a rendőrség és bezárja. De az alatt a 3 nap alatt művészettörténet lett.